Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai ez egy kicsit rendhagyó videó lesz, hiszen ilyet még nem készítettem, bár hol videó, de teljesen más témakör, mint amiben általában mozogni szoktam, hiszen nem sminkről, bőrápolásról vagy ruhákról lesz szó, hanem lakberendezési, dekorációs dolgokról, hiszen már lassan vége felé közeledik a lakásfelújításunk, ezt néhány videóban már említettem szerintem nektek, és teljesen aktuális hámát nálunk egy IKEA túra, amit nemrég, azt hiszem múlt héten meg is ejtettünk a férjemmel, és jó pár dolgot sikerült beszereznünk, amit úgy gondoltam, hogy megosztok veletek. Főként IKEA-s dolgokat fogok nektek mutatni, de lesz benne egy tipici H&M Home Haul is, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik ezek, akkor tartsatok vele. Halljuk is bele, akkor kezdem a legnagyobb szatyorral, az IKEA-s szatyommal, ami így néz ki, itt van előttem. Tehát az első dolog, ez egy ilyen lapra szerelt, mint ahogy minden az IKEA-ban. Ez egy kis fadoboz, itt oldalt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki összeszerelve. Ezt a krumpli és hagymatárolásra vettük egyébként. Aztán van itt három darab ilyen óra, amit a férjem vett magának, ugyanis szeretné látni egy falon a londoni, a New Yorki és az európai időt, mert hát az nagyon fontos a tőzsde szempontjából, úgyhogy ebből van nekünk három is, és akkor jönnek a számomra izgalmasabb dolgok. Vettünk egy ilyen krétával írható falmatricát, mert kibontottuk, mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen két darab matrica van benne. Ezt a konyhaszekrény oldalára fogjuk majd felragasztani, és vettünk hozzá természetesen krétát is, szerintem ez nagyon izgalmas. És akkor elvideszkére kis üzeneteket, feliratokat lehet majd tenni. Aztán van itt még tányéralátét, mert a régieket már nagyon szerettem volna lecserélni, és erre a szürkére esett a választása, ugyanis a konyha bútorunk az fekete-fehér-szürke szín, ami dominál benne, ezért választottam az étkezőbe tányéralátétnek ezt a ilyen szivacsos anyagból készült tányéralátétet, ami nagyon praktikus, mert az előző textil volt, és akkor ha rákerült valami, akkor azt már egyből moshattuk le. Oh, itt van a kedvencem, amit nagyon-nagyon szerettem volna, már nagyon így kinéztem magamnak, és eddig nem volt hely a konyhapultomon, hogy hova tegyem, és most így az új konyhában majd lesz. Ez egy fűszertartó tulajdonképpen. Van hozzá egy ilyen bambusz színű fa tartó, ebbe kell beletenni majd az üvegcséket, ami pedig így néznek ki, nagyon erős, jó minőségű üvegből készül, egész nagy, kézik handmade quality az van ráírva, kis fa dugós a teteje, és akkor ugye ebből van négy darab, amit majd ide bele lehet tenni a kis lyukacskákba, és akkor ez így fog kinézni a konyhapulton, szerintem nagyon-nagyon jól fog kinézni, vagy teákat, fűszereket fogunk beletenni valószínűleg. Minden terméket egyébként, amit most itt megmutatok nektek, megkeresem és belinkelem nektek alulra az infoboxba, hogyha esetleg érdekel titeket. Voltam még egy nagyon-nagyon cuki szalvétát, az IKEA-ból szalvéta nélkül sose jövök ki. Ez egy ilyen kis színes, csíkos nyári szalvéta, ami szerintem nagyon jól fog menni a minimál stílushoz. Van itt még egy szappannyomó, amiben a mosogatószert fogom tenni. Az előző, ami volt nekem, az szintén IKEA-s volt, viszont műanyag volt itt ez a nyomós része, és az nagyon hamar tönkre, nem tönkre, hanem így akadozott, úgyhogy remélem ez egy kicsit jobban fogja bírni a kiképzést. Még néhány fa, úgymond dekorációs elem. Ez nem más, mint egy iPhone állvány, vagy akár szakácskönyvet is lehet rátenni, nagyon-nagyon praktikus, így szét lehet hajtani, itt megmutatom nektek oldalt, hogy néz ki összeszerelve, és ugye több dolog is, mint ahogy ez a fűszertartó is ebből a fa dizájnból származik, nagyon-nagyon tetszik, és ahogy mondtam, a fekete-fehér szürkét nagyon jól fel lehet dobni egy ilyen fa színű kis kiegészítővel, és ha már a fa színnél tartunk, akkor vettem még magamnak egy kis iPhone állvány tulajdonképpen, ez csak így egy fekvő, és akkor ide bele lehet tenni a telefont, vagy akár fordítva is, úgyhogy ez is nagyon kis praktikus szerintem. Vettünk egy ilyen nagyon cuki kis plédet, ez biztos valami 1000 forint alatt volt, igaz, hogy elég kis vékony anyaga van, de ez is a szürke vonalból származik, hiszen a nappal is, ahogy a normál videóim hátterében szoktátok látni, fekete-fehér, és oda szerettem volna egy a végében egy kis plédet, hogyha be akarunk takarózni esetleg, akkor mégis legyen valami ott az ágy végében. Aztán van itt még egy ilyen
teljesen egyszerű kis spriccoló, mert ami most volt, ezt össze-vissza festékeztük, meg macsarikáztuk, úgyhogy szükség volt egy újra. Vettem még egy tejhabosítót, amit egyébként nem tejhabosításra fogok használni, hanem a kolléganőim hívták fel rá a figyelmemet, hogy ezzel akár tejszínhabot is fel lehet venni, vagyis tejszínt, bocsánat. És nekem inkább arra van szükségem, mert ha nem muszáj, nem veszem elő azokat a nagy gépeket, és akkor azzal verném fel a tejszínt, szóval meg fogom próbálni, hogy ezzel a kis pár száz forintos kütyűvel megy a dolog, annyit megér. Vettünk még egy halommal ebből a csúszásgátlóból, ez ilyen fiókba való, hiszen ugye, hogyha kihúzzuk a fiókokat, vagy a polcokra is nagyon praktikus, hogy ne csúszkáljon el rajta a tányér, edény, bármi. A kedvenc dekorációs elemem. Ezt már nagyon rég nézegetjük a férjemmel, tehát vettünk egy ilyen kis művirágot, mert nekem az igazi virág nem igazán való, nagyon kevés virág az, ami nálam megmarad. Vettünk hozzá egy kis ezüst színű, nagyon ilyen old school hatású cserepet, és akkor ehhez vettük ezt a nagyon-nagyon dizájnos kis tartót. Van két oldala is, szintén ugye ez a fa színű vonal, amiben ide kéne beletenni a növényt, de mi fordítva fogjuk használni, és így fog kinézni a fehér étkező asztalon ez a kis dekorációs elem. Szerintem baromi jól fog kinézni, úgyhogy már alig várom, hogy elkészüljön minden, és be tudjak rendezkedni. Van itt még egy centi. Vettem még, egyébként ez egy kenyérsütőforma, de én a fasírt, hogy is hívják az? Stefánia szeletnek nagyon-nagyon praktikusnak tartom, hogy ebbe belenyomkodom, ugye, hogy fasírt húst, rá tojásokat és befedem, és akkor ezt a nagyon szép kis formát fogja tudni hozni, mert nem volt ilyen formájú kis tepsikém, úgyhogy ezt arra vettem igazából a sült fasírtnak. Vettem még egy ollószettet, hiszen arra ugye mindig szükség van, egy kicsi és egy nagy, nyilván szürke és fehér. És még egy ilyen kis jénai, vagy repsi, nem tudom, hogy hívják ezeket, kerámiából készült ilyen sötét, szürke színű kis tepsi. Egyébként a tiramisu-nak is nagyon praktikus tud lenni egy ilyen méret, ami se nem kicsi, se nem nagy. Az esetleges háttérzajokat ismételten elnézést kérek, még mindig, ahogy mondtam, zajlik a felújítás. És itt van még a szatyrom, amiről mindenféleképpen szeretnék néhány szót ejteni. Ez a klasszikus IKEA szatyor méret, viszont ez a szuper cuki piros-fehér pöttyös, hát ezt egyszerűen imádom, úgyhogy ezt nem tudtam ott hagyni. És akkor térjünk át az H&M Home-ban vásárolt kis apróságainkra. Ja, és mindenképpen szeretnék két szót ejteni a szájfényről, ami a számon van. Ezt a Body Shop-ban vettem, Sugar Glaze 001-es a neve, és imádom egyszerűen ezt a színt, mostanában nagyon rá vagyok kattam ezekre az ilyen minimál sminkekre, ahogy látjátok, most is csak egy kis szemhétus, szempilla spirális szájfény van a számon. Be is kenem vele. Csak nem tudok elszakadni a sminkektől. Egyébként argánolajat, jojoba olajat és marakuja olajat tartalmaz, szuper jó hidratálja a számon. Nagyon finom és nagyon finom illata is van, úgyhogy imádom. Szerintem a kedvenceim videóban fel fog bukkanni ez a szájfény. A szemhéjtus is, ami rajtam van, ez a Vizdaló Essence szemhéjtus. Mióta megvettem, minden nap használom, egyszerűen teljesen oda meg vissza vagyok tőle. Zseniális. De térjünk vissza a home decorhoz. Tehát az H&M Home-ból, hogy az IKEA-ból nem tudok kérni szalvéta nélkül, az H&M Home-ból nem tudok kérni gyertya nélkül, és ez most sem volt másként. Nagyon szuperül becsomagolta nekem a pénztáros lány, ezt nagyon-nagyon örültem, mert valamikor csak behajítják a szatyorba a gyertyát. És mivel ugye Debrecenben nincs H&M Home, ezért Pestről mire hazafuvarozzuk, azért nehogy történjen vele valami. Szóval ezt a gyertyát választottam ki most magamnak. Ez le volt 1000 forintra árazva egyébként. Scent of Patchouli Ambience nevű gyertya. Nagyon-nagyon finom illata van. Egy picit szintén ez a, sok gyertyánál szoktam emlegetni, ez a férfias, maszkulin vonal. Nagyon-nagyon kellemes illata van, úgyhogy már alig várom, hogy elkészüljön a lakás, és akkor újra tudjak gyertyázni. Egyébként rengetegféle gyertya közül lehet mindig válogatni az H&M Home-ban, és mindig találok olyat, ami nagyon-nagyon megfelel az ízlésemnek. Úgyhogy ez eleinte nagyon mérges voltam, hogy mindig csak imitált kérdésű gyertyákat választok, és utána meg nem találom azt az illatot, de mindig van valami olyan, ami tetszik, úgyhogy nincs itt probléma. A másik dolog, amit a férjem választott ki az H&M Home-ban, ez a párnahúzat.
ami így néz ki. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen feliratos, különleges párnahúzatokat, és ez úgy néz ki, hogyha egy tealevél zsák lenne, mindenféle felirattal, hogy hány kiló súlyú, termékszámmal, milyen minőségű, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Ez egy 50x50-es párnahúzat egyébként, 1300 forintba került, és az IKEA-ban vásárolt 50x50-es párnáinkra tökéletesen használható, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy az H&M Home-ból is lehet választani párnahúzatot a IKEA-s párnára. És az utolsó dolog, amit pedig én kaptam, de mondjuk a többit is, de azért ezt kifejezetten én kaptam, ez nem más, mint egy mosómedvés párnahúzat. Ezt a gyerekrészlegen láttam meg, milyen meglepő, és 700 forintra, igen, 700 forintra le volt árazva, és ezt egyszerűen nem tudtam odaadni. Ez egy nagyon cuki mosómedvés párnahúzat, ami a kis párnámra tökéletesen fog passzolni, hátul ilyen sima szürke, és akkor elő van rajta ez a kis mosómedvefej. Egyébként cipzáros, végig cipzáros, és nagyon jó kis masszív anyagból van, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, de az összes többi Home Decor-os cuccnak is. Úgyhogy ennyi lett volna már a videó, mindent megmutattam nektek. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Nem csináltam még ilyet, ahogy a videó elején említettem. Ha szeretnétek gyakrabban hasonló videót esetleg, akkor írjátok meg alulra a kommentek közé, vagy dobjatok a videóra egy lájkot. Én nagyon élveztem ezt a videót elkészíteni, remélem nektek is tetszett. Ha igen, akkor ahogy mondtam, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Ígérem, hamarosan visszatérek a smink videókhoz is, csak jelenleg még nem adottak a körülmények, úgyhogy addig ezzel a háttérrel és az ilyen típusú videókkal tudok nektek jönni. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!